Sziasztok! Ez a videó egy nagyon rövid videó lesz most, és két dologról fogok róla beszélni. Először is a behelyettesítésről vagy elhagyásról az ételekkel kapcsolatban, és pedig arról, hogy mentálisan, spirituálisan hogyan tudunk egészségünkön javítani. Tehát, ahogy mondtam, elkezded vezetni az ételnaplódat, és ebben, ha tudod, írd bele az érzelmeidet is, valamint a fizikális tüneteidet a napra, amiután megetted az ételed. Tehát ez lehet gyomorfájdalom, fejfájás, puffadtság, és akkor beleírod még, hogy igen, ma teljesen pánikba vagyok, nem tudom, hogy kihez forduljak, nem tudom, hogy mit csináljak, vagy pedig boldog vagyok, és kiegyensúlyozott, és a többi, és a többi. Beleírhatod azt is, hogy ma, igen, ma fáj a fejem. Tehát mondok egy példát, ez nálam így nézne ki, ma salátát ettem reggelire, és fáj a vállam, és érzelmileg pedig túl vagyok pörögve. De ugyanakkor boldog vagyok, tenni akarásom bennem. Tehát ezt így leírom, és ott hagyom, nem csinálok vele semmit egyelőre, csak lejegyzetelem, hogy az ott legyen, majd később erre visszatérünk, és visszanézzük. Mit tudunk még csinálni holisztikusan? Fontos, hogy megköszönjük az ételnek, hogy ott van nekünk. Tehát ezt nem kell hangosan csinálni, ezt mindenki csinálhatja magának, magában, csendben. Mindegy, hogy egyedül vagy társaságban ülsz, vagy a családod körében. Amikor az étel eléd kerül, akkor mondj egy köszönömöt. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy táplálsz, és életben tartasz, és ennyi. És ezt tényleg éld át, amíg eszed. Igen, amíg eszed, addig néha folyamatosan, nem folyamatosan úgy értem, hogy egyfolytában mondd, hogy köszönöm, köszönöm, de gondolj rá, hogy milyen jó, hogy itt van ez az étel és táplál. És most teljesen mindegy, hogy milyen ételről beszélünk, hogy ez most a legoptimálisabb, amit enni tudsz, vagy csak éppen ez volt, ez az étel ott van neked, hogy tápláljon. Ugyanúgy köszönd meg a testednek, hogy itt van, és napról napra minden nap itt van neked, hogy tovább vigyen a következő napba, végül is még mindig élsz. Ez a lényege az egésznek. Most teljesen mindegy, hogy fájdalmaid vannak-e, vagy nincsenek, de mégis az a test tovább visz, megtesz mindent azért, hogy túléld ezt a napod is. És a mi dolgunk pedig az, hogy ne csak túléljük ezt a napot, hanem meg is éljük a lehető legjobban, de erről majd később. Tehát ez az a két dolog, amit ajánlani tudnék, hogy tényleg az ember gondolja a szeretetre és a hálára, amikor eszik, hogy ott van az az étel, teljesen mindegy, hogy mi, de mégis az ott van neked, hogy tápláljon. Ez lehet csak egy szelet kenyérzsírral, teljesen mindegy, saláta, kaviár, ki mit eszik és mikor, de ott van. Milyen hálásak lehetünk, és tényleg hálásak lehetünk, mert ebben a térben és időben most még nekünk van ételünk, és választhatunk, hogy mit tegyünk. Választhatunk a minőségen, a mennyiségen. Ez egy kiváltság, ha belegondolunk. És ezt az érzést, ezt a hálát próbáljuk elültetni magunkban, és utána majd ezzel az érzéssel, ezzel az energiával fogunk kreálni dolgokat. Tehát teremteni fogunk ezzel az érzéssel, de azt majd a következő videóban. Most ugye még mondtam, hogy beszélni szeretnék a behelyettesítésről, vagy az elhagyásról is, tehát amikor arról beszéltem, hogy több zöldség, túl gyümölcs, vagy mondjuk ugye a tejtermékek és sajttermékek elhagyása esetleg, vagy ugye a hús. Rengeteg termék van már, amivel ezt ki tudjuk váltani. Én azt javaslom, hogy hát ez megint csak emberfüggő és személyiségfüggő. Ez lehet egy elég nagy probléma mentálisan az embernek, mert azt gondolja, hogy akkor most mit tegyek? Jó, semmi probléma, akkor nyugodtan helyettesítse be ezt valamivel. Én
A legtöbb esetben mégis az elhagyást gyakoroltam magamon, mert arra gondoltam, hogy nem egy másik szeméttel akarom behelyettesíteni azt, amit eddig ettem, hanem inkább elhagyom egy bizonyos szintig. Persze mindent nem lehet elhagyni. Amit ez tett velem, az megerősített mentálisan. Abban, hogy nem pánikolok, ha valami nincsen, pont az nincsen, amit akarok, hanem megpróbálok keresni helyette más dolgokat, vagy akkor azt mondom, hogy jó, akkor az nap az nincsen, akkor azt nem eszem, kész, nem egy nagy probléma. Érdemes ezen elgondolkozni, és ezt megpróbálni gyakorolni, tehát hogy mi az, amit képesek vagyunk feladni és elhagyni. Azért mondom, mert igazából ez nagyon sarkalatos pont, ugyanis a mentális energiákat így lehet kordában tartani. Ez a testünkön keresztül és az étkezésen keresztül, ez egy nagyon jó alapja a dolognak. Úgyhogy ennyit erről most. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is meghallgattátok és megnéztétek. További szép napot. Sziasztok!